Amíg az érdeklődők a napfogyatkozást figyelték, mi arra voltunk kíváncsiak, mi a helyzet akkor, amikor nagyon is ragyog, vagyis hogy hogyan állunk mi magyarok a napenergia felhasználásával. Magyarország eléggé le van maradva a napenergia hasznosításban. Németország például, figyelem, 3700-szor több energiát, napenergiát termel évente, mint mi, és még lakosság arányosan is 500-szoros a szorzó, és a németek néhány éven belül az összes atomerőművüket leállítják, ezzel szemben mi még mindig Paksban látjuk a jövőt. Török Réka riportja. Hát tudod, fönt, ahol a kettes van, az órán, ott icipicit beleharapott. Aztán még jobban. 11 óra előtt már így nézett ki a nap. A Magyar Tudományos Akadémia előtt csak nem ezren gyűltek össze, hogy megnézzék a napfogyatkozást. A legutolsó, ugyan teljes napfogyatkozáskor még csak 0,1%, most viszont már több mint 10% a részesedés a napelemtelepeknek, az ő ezek kapacitásának Európa villamosenergia ellátásában. Ezért nehéz volt megjósolni, hogy ma mire is lehet majd számítani. Európában a részleges napfogyatkozás idején akár 15 paksnyi napelemes erőmű által előállított villanyáram is kieshet. Ezt pedig pótolni kell. Így a rendszerirányítók tartalékkapacitással készültek, hogy segítsék egymást, ha szükséges. Ha valamelyik országban kiesik egy kisebb vagy nagyobb mértékű termelés, az pótolható a szomszédos országokból az összekapcsolt hálózatok segítségével. Napenergia, mint energiaforrás, az egy nagyon jó energiaforrás, ottól sokat süt a nap és magasról. Ugye Ausztrália például, a Dél-Ausztrália, Ausztráliának a szövetségi állama már volt nap, amikor teljes mértékben napenergián tartott el magát. Ezzel mondjuk Elsimon László nem ért egyet, pedig az atom nem megújuló energiaforrás, és sokkal drágább, mint mondjuk szél- vagy naperőművet építeni, és még a veszélyes sugárzó hulladékkal is törődni kell. Áramra éjszaka is szükség van, illetve akkor is szükség van, amikor nem fúj a szél, nem süt a nap, azaz egyértelmű, hogy a megújuló energiaforrások kizárólagos preferálása nem jelent biztonságos áramellátást. Magyarország a napenergia hasznosítása szempontjából a sor végén kullog Európában. A rekorder Németország több mint 3700-szor annyi gigawattóra energiát termel évente, mint mi. Paks drága, veszélyes és az európai jogrenddel ellentétes. A magyarok mindössze 6%-a támogatja az atomenergia jövőjét hazánkban, ezzel szemben óriási többség, 87%-a megújuló energiaforrások használatát pártolná. Magyarországon viszont nem hogy segítik, inkább hátráltatják és meg is adóztatják a megújuló energiaforrásokat. Pedig 2020-ra az energiafelhasználás 20%-át megújuló energiaforrásokból kell előteremteni az Unióban. Magyarország ugyan 13%-os arányt vállalt csak be, de még ehhez képest sem állunk túl jól. Az elmúlt néhány évben az kifejezetten a hazai környezetpolitikai és környezetvédelmi intézményrendszernek a leépülése. Magyarországon 1999-ben 18 milliárd forint ment el környezetvédelmi kiadásokra, 2010-ben csak nem 32 milliárd, 2015-re viszont már csak 25 milliárdot terveztek be. Ezzel szemben Németország azt vállalta, hogy 2022-re minden atomerőművét leállítja. Nem véletlen, hogy az állam bőkező támogatásának köszönhetően a napenergia kulcs szerepet játszik az ország energiaellátásában. A Magyarországhoz képest kevésbé előnyös földrajzi adottságokkal rendelkező Németország 2 éve rekordot döntött a csúcsidőben mért napenergia termelés tekintetében, 12-szer annyi áramot állított elő csak napelemekkel, mint amennyire a paksi atomerőmű képes. Török Réka, 7/24.